A Kunszen Mártoni járási ügyészség közfeladatot ellátó személyként elkövetett kábítószer birtoklásának büntette miatt temelt vádat azzal a Jászhagykun Szolnok vármegyei lakhelyű nővel szemben, aki szolgálat közben vette el és adta be magának az esetkocsiból a kábítószernek minősülő anyagot. A vádirat szerint a nő a megye egyik mentőállomására beosztott mentőtiszként a szolgálati idejében kihasználva azt, hogy a mentőállomáshoz tartozó esetkocsin lévő gyógyszerekhez ellenőrzés nélkül hozzáfért, 2022. január 7 és 2022. február 27-e között az esetkocsin elhelyezett valamennyi összesen 6 darab kábítószernek minősülő ketamin hatóanyag tartalmú ampulla tetejét egy injekció átszúrta, az ampullák tartalmának felét fecskendővel felszívta, majd azokat magának az eset kocsiban beadta. A nő ezt követően annak érdekében, hogy a hiány ne derüljön ki, az ampullákat fiziológiás sóoldattal feltöltötte. Az ügyészség a vádíratban a büntetlen nővel szemben börtönben letöltendő szabadságvesztése, közügyek gyakorlásától, valamint egészségügyi tevékenység végzésétől, mint foglalkozástól történő eltiltásra tett indítványt. Az ügyben a Kunszentmártoni Mártoni járásbíróság fog döntést hozni.